Mark. Sziasztok! Most alapkor ős búzafület fogok ültetni. Ez a legősibb és a legegészségesebb búzánk. Kedvből hoztam földet, és már a legtetejére kifejezetten alapkor ős búzának való földet fogok tenni. Egyébként nyugodtan lehet sima kerti földet is, persze fekete földet, nem agyagosat beletenni. 8 órára beáztattam a búzát, és majd azt fogom ugye beletenni. Ilyen nagyobb darabokat azért jó kiszedni a földből, ha legyen benne. De hát ebben nagyon sok valami van. Ilyen fa darabok, vagy mik ezek. És akkor ráöntöm a búzát. Szétoszlatom, hogy mindenhol jusson. És akkor mellett a fekete föld. Elültettem a búzát, most meglocsolom. Kicsit lenyomkodtam, hogy szép egyenletes legyen. És akkor vízzel elég óvatosan kell, mert ugye friss földnek gyorsan följön, úgyhogy én így szoktam, hogy kicsit így meglocsolgatom. Mindenhol legyen. Szélére is ugye tenni kell, mindenhol jó vizes legyen, hogy egyszerre kezdjen el nőni.
Jó, most már mindenhol vizesnek látom. Körülbelül 10 nap mire megnő, és 19-25 centi között már le lehet vágni a búzafüvet, és próbáljátok meg minél a legalján levágni, hiszen ott nagyon sok tápanyag van benne. Ugye a rákosok szokták fogyasztani a búzafüvet, de hát nem csak akkor kéne már, amikor beteg az ember, hiszen a szervezetnek szüksége van rá. Rengeteg vitamin, ásványi anyag van benne, ami nagyon fontos ugye a szervezetünknek. Egy ilyen adag búzafűben 70 kg gyümölcsnek, zöldségnek és magvaknak van benne az ásványi anyag és vitamin tartalma, úgyhogy hihetetlen mennyiségű. Ugye a rákosoknak azért kell lenni, mert ugye ahhoz, hogy meggyógyuljanak, immunrendszer kell nekik, és ez megadja ugye az immunrendszert, úgyhogy van, aki ki is gyógyul belőle. Úgyhogy ez a lényeg. Jó, szerintem mindent elmondtam. Akkor köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat. Iratkozzatok fel a csatornára, ha szeretnétek még ilyen videókat. Sziasztok!